védőjátékos, és jöhet újra balra, balra, helyzetes lehetőség. És Buffett 11-es, megvitte. Sárosi Máté bombagólja korán talpra ugrasztotta a szurkolókat a Máté-Szalkai pálya mellett. A mérkőzés 6. percében hatalmas meglepetésre Kis Tamás együttese szerezte meg a vezetést az NB1-es Újpest ellen. A hazai előny egészen a 21. percig tartott ki, majd a lilák a 25. percben tudták megfordítani az állást. Az első félidő 3-1-es Újpest vezetéssel zárult, a második játék részben pedig a vendégek újabb 3 gólt lőttek, így magabiztos 6-1-es győzelmet arattak. A hazaiak vezetőedzője a vereség ellenére is büszke volt csapata teljesítményére. Csak annyit kértem a játékosaimtól, hogy egy felszabadult, önbizalommal tele és teher nélküli játékot vigyünk ki a pályára, és mutassuk meg, ami bennünk van. Ez jól is indult ugye a mérkőzés, sőt azt mondom, ilyen 15-20 percig jól tartottuk magunkat, és amit elterveztük, azt jól csináltuk, hiszen rengeteg ívelésre tudtuk kényszeríteni az Újpestet, és azokat jól reagáltuk. Nyilván utána azért mind fizikálisan, mind akár gyorsaságban fölénk nőttek, és ugye ki tudták használni azt a különbséget, ami a két osztály között van. Természetesen reálisan látjuk a dolgokat, és ennyi különbség van a két csapat közt, ez egyértelmű, de én mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra, hogy ilyen szinten képviseltük Máté-Szalkát. A Máté-Szalkaiak csapatkapitánya Gergely Máté sajnálja, hogy az első fél időben elkerülhető gólokat kaptak, így az Újpest viszonylag korán meg tudta fordítani a mérkőzés állását. Megbeszéltük, ki fog nagyjából kivel menni, ki melyik embert fogja fogni, és hát ez egy kicsit így nekem csalódás, hogy pont ezekből a szituációkból kaptunk gólt. Nem tudom, én összességében szerintem elégedettek lehetünk, nem tudom, nekem nagyon ez egy nagyszerű élmény volt, hogy tényleg ebbe a környezetben ennyi ember előtt tudtam futballozni, és ez Tomi jól mondta ugye meccselőt, hogy ez egy talán egy olyan élmény, ami ebbe az amatőr futballisták részére egyszer adódik az életbe. Az Újpest vezetőedzője a mérkőzést követően úgy értékelt, csapata jól reagált a korán bekapott gólra, ahogy pedig telt az idő, a játékosai egyre magabiztosabbá váltak. Amikor egy általunk nem ismert csapathoz látogatunk, akkor természetesen nagyon nehéz az első néhány perc. A Máté-Szalka nagy lendülettel és szenvedélyesen kezdte a meccset, ami így is kell, hogy történjen, nekünk viszont kellett egy kis idő, hogy felpörögjünk. Fontos volt, hogy a bekapott gól után ne essünk pánikba, és tartsuk magunkat a tervekhez. Az egyenlítő gól majd a vezetés megszerzése után már egyre könnyebben mentek a dolgok, mondta el Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője. A Máté-Szalkán kívül a megyében két csapat volt még érdekelt a Magyar Kupa főtáblájának 3. fordulójában, a Kisvárda a BVSC Zugló otthonában, míg a Nyíregyháza Sparta Kusza Monostorpályi otthonában győzött 2-0, bejutva ezzel a legjobb 32 együttes közé.